további sokkoló részletek kerültek elő a Dunaszerdahelyi maffia működésével kapcsolatban, és úgy éreztem, hogy ezek a fejlemények az olvasókat is érdekelhetik. A könyvszerzője arról beszél, miért tartotta fontosnak, hogy a 2019-ben megjelent Elásott igazság című könyvnek elkészüljön a folytatása. Az érdeklődők így újabb tényeket tudhatnak meg a dunaszerdahelyi maffia történetéről, amelyet a legbrutálisabb szlovákiai szervezett bűnözői csoportnak tartanak. A brutalitásuk legfőképpen egyrészt abban állt, hogy nem kíméltek senkit, tehát sem a riválisaikat, sem a strómanjaikat, és aztán végül a saját barátaikat, a bandatagokat, a társaikat sem, és elég sokszor bestiális módon végeztek az áldozataikkal. Például így végezte 2006-ban Rejsz Andor, aki tulajdonképpen a maffia vezér Sátor Lajos helytartója volt, és tulajdonképpen a saját társai végezték ki őt, és tulajdonképpen a maradványaival szörnyű módon bántak el, feldarabolták, ledarálták a maradványait, és így tüntették el az összes bizonyítékot. A rossz vér átörökítése csupán attól függ, hogy a szülő milyen példát mutat, miközben utódja felcseperedik. A bírósági tárgyalások évek óta tartanak. Ezek több esetben is véget nem érő történetnek tűnnek. Néhány tárgyalás viszont már lezárult. Több jogerős ítélet is született, tehát számos elkövetőt 20-22-25 év letöltendő fegyházbüntetésre ítéltek már. Vannak olyan eljárások, amik különböző jogi bakik, hibák miatt újra kell, hogy induljanak, és igazából számos bűnügy van még, amiben még nem történt vádemelés, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 100-150 tárgyalási nap, amit körülbelül abszolváltam a bíróságokon, ez nem a töredéke, de talán még csak a fele sem lehet annak, ami még ránk vár ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. A Sátor bűnbanda áldozatai közül eddig 20-nak találták meg a földi maradványait, és mintegy 30 holttestet még keresnek a rendőrök. Az 1999-es 10-es fontánagyilkosság kivizsgálása pedig lassan a végéhez közeledik, így Barak Dávid szerint lesz még mivel foglalkozni egy harmadik, valószínűleg utolsó könyvben.